Eredményes 2016-os évre tekinthetett vissza a hagyományos díjátadó gálán a Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége. A harmadik korcsoportos tanulásban akadályozott tanulók az első helyet szerezték meg a Diákolimpia országos döntőjében, de ezüst és bronzérmek is jutottak a megyét képviselő sportolóknak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kimagaslóan teljesít fogyatékos sportban is, és ez a gála egy jó pillanat arra, hogy visszatekintsünk az előző évre, megköszönjünk, belenézzünk egymás szemébe, azt mondjuk, hogy szép munka volt, mert hogyha ezt meg tudjuk tenni, hogyha tisztességgel, becsülettel egymás szemébe tudunk nézni sportolók és sportvezetők, és egy kicsit vissza tudunk tekinteni és ünnepelni tudunk, akkor ez erőt ad a következő, a jelenlegi, a 2017-es évre is. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint fontos, hogy a fogyatékos sportolók az épp sportolókhoz hasonló megbecsülésben részesüljenek. Legutóbbi sportgálán ott közösen adtunk át díjakat az épp sportolóknak, illetve a fogyatékkal élő sportolóknak. Ezzel is szerettük volna hangsúlyozni, hogy az a sport teljesítmény, amelyet ők végeznek, az ugyanolyan fontos számunkra és a társadalom számára, mint az épp sportolók sport teljesítménye. A kerekesszékes vívó Tarjányi István tavaly átkerült a B kategóriába, amelyben vele azonos fokozatú sérültek ellen versenyezve megszerezte első világkupa bronzérmét. Nagyon nagy bizakodással várom a 2017-es versenyszezonomat. 5-6 világkupa lesz körülbelül, lesz világbajnokság, és amire már most nagyon készülünk, és nagyon várom. Remélem, hogy minél több érmes helyezésem lesz, ami a célom. A gálán a versenyzők mellett edzőik és a felkészítő testnevelők vehettek át elismeréseket. A Fogyatékos Sportolók Szövetsége tevékenységük segítéséért megköszönte a Költségtelevízió munkáját is.